És most kell hazajönnöd, az éjjel lefogadom, megint nem adtál. De főnök tévedsz, én csak sok a szövegem, de csak azt mondom, na, meg ne dumálj engem, meg épp az kell, hogy szédelekbe menj fel, és engem lecsukjanak, mert te lezuhantál. Jöjj oda, nézd meg álmából, veri fel az ember, mi torcsítok, az eszedek is elment, hoppárdon, egy szót se szóltam főnök, sőt. Na nézd, itt egy más, te jó magát, ez is csavargott az éjjel, éjfélkor. Hozzád is benéztem, de negyed egykor, már itt aludtam szépen, nem létezik, hogy nem hallottad a hordolást. Na jó, majd megbeszéljük ezt is, meg a Ringó dolgát is. De Gyula, én neked mindent elviszek, Ringó, az én szakaszomon te nem fogsz leesni. Világos, másnap bármikor, az enyémen nem. Na, ébresztő! Ébresztő! Az egész társaságnak! Ébresztő! Mi van? Mi a bánat? Ébresztő! A jó anyukádot! Ébredjetek végre, hét alvók! Ébresztő! Hopp be már a szállat, szépen vagyunk, itt bárki ordibálhat! Cső férfi! Álmomban egy lányban, tudjuk nagy melle és gyönyörű feleke volt! Büdös ez az okni, húzza föl, meg lehet a fogni. Hol a labor? Ennyit posakodni kár. Ébresztő. Na, megjött a legfrissebb. Éhes vagyok, hol van a szemétet? Ez azt hitte, hogy szállodában ébred. Vagy korán reggel napszúrása van. De meleg van, tönkre lehet menni. Ó, te szegény! Ez is korán kezdi. Addig dumálsz, míg kapsz egy üles eszni. Nagyon kinyílt a csipád, kisfiam. Jó reggel a dolgozóraknak, csendesen a nyaralók a busznak. Ébresztő az egész Balatonnak. Jó reggel, szép kis tengeren. Gyerünk, fiúk, melóra! Ez a nap is jól kezdődik, teljesen tönkre mentem. Ja. Hogy a fenébe lesz erőm így vitorlázni? Szeret lovagolni, mi? Na, majd mindjárt megmondom, hogy mi lovagoljam. Ne izéges már, Gyula, bizony Isten aludtam. Még csak nem is egy ágyba csajjal, mivel ott urinő volt. Humorizálsz, Ringo, humorizálsz, de egy szép reggelen kiteszem a kis motyódra az út mellé, aztán mehetsz, ahová akarsz. Helyett? Igen? Reggeli után az úr 10-ig alszik, aztán majd bepótolja. Oké. És ide figyeljetek. Amíg oda vagyok, az, amit F mond, az olyan, mintha én mondtam volna. Srácok! Ki megy a postára? Orsós Gusztáv, 23-as számú levele a Balaton mellől. Ott a strand, s külön öröm várni, hogy este legyen, mikor a bakancsom is levehetem. Mi csak húzunk, mert hajtalan, és
és hajtunk ne, hogy csőbe húzzanak. Mi csak húzunk, mert minket az ár is melléklet. Nyolc király fenn az oszlopokon. Mi csak húzunk, te hajtanak, és hagyjunk ne, hogy csőbe húzzanak. Mi csak húzunk, de minket az ár is húz. Ez a húz blues. Mi csak húzunk, te hajtanak, és hagyjunk ne, hogy csőbe húzzanak. Mi csak húzunk, de meghúzatva nem. Késem. Hol a kanalacskám? Hol a tányérocskám? Hol a poharacskám? Hó, érde! Itt vagyok, tessék! Istenek, megjöttél! Sankás! Várjál! Nem kaptam parizellen volt. Kakaó nem volt? Nem. Neked is adok egyet, tessék. Tessék, vegyétek ki. Te Gyula! Igen? Ez tulajdonképpen mi lesz? Mármint az utat. Nem mindegy, az neked. 3 hét lesz, és nem is akárhol. Olaszországban. Ó, Sol mio! Állíts már le magad, Ringo! Na ide figyeljetek! Mindent megbeszéltünk? Szerintem igen. Szerintem is. 22 napotok van, és 3 heti meló. Vagyis egy tartalék nap. Normális menetben simán be tudjátok fejezni a szakaszt. Ha vigyáztok, a végén még akár el is tanulhatjuk azt az egyet, mondjuk annak tiszteletére, hogy újra láthatok engem. Ha elég csinzán útkozol, miből? Szeretetből. Persze azért nem fogtok szomjan halni, föltéve, ha minden rendben lesz. Menj csak nyugodtan, nem lesz semmi gáz. Oszlopmászó verseny pedig nincs. Nincs. Ne félj. A központba bemész? Be. Szólhatnál nekik a házépítési kölcsönről? Persze, hogy szólok. Tudod, ha te beszélsz velük, biztos, hogy megadják. Még csak azt hiányzik, hogy épp az én embereimet semmizzék ki. Hat óra. A kis olasz megy hazafelé. Pontos, mint mindig. Éjfélkor ma is hazavitte anyuk. Aztán jött az itteni csaj. Mire anyu fölébred, már ő is ágyban lesz. Milyen nője van? Palacska. Körbe tátogja Balaton. Itt vagyok, ki fog ki. Csak berint kell akasztani a horgot. Hát ez kifogta. Amennyivel jobb nő a felesége. Ha a különbséget Gusti hegedülni tudná, ő lenne Jenuhi Menuhin. Oh. Jehuddi
Menu hin. Jó van, az mindegy. Akkor is az olasz egy nagy marha. Marha? De neki van két nője, nem neked? Ő csinál minden este két szekkert, egyet a feleségével, egyet pedig az itteni csajával, és akkor ő a marha. Most mit vagy úgy oda? Otthon kis Csóringerit, meg eljátsza a nagy kapitalistát. Tudod, mit gyullancs? Próbáld meg te így eljátszani Olaszországban a nagy kommunistát. A Trabantommal? Hát persze, festes feketére. Tegyél rá zászlót! Ültes bele sofőr. Mintha a cég küldött volna. Állj, nem lehet ezt így elkapkodni. Az étekezlet megnyílt, a tárgy egy darab nyula. Szaszerzettel karöltve megkérjük hasson oda, hogy külhonban is megismerjék váladunk jó hírnevét, tevékségének körét, olasz étásait. Gyulám, egy percre kérlek, a titkárnőm a Nusi. Jó munkaerő, hát szóval kéne néhány csipkés bugyi. Ha megpróbálnál pár darabot, külföldön ez nem nagy dolog. Persze kérem a diszkréció, tudod, hogy kell a smink. Ciao, ciao, Giulio, itthon csak Gyula. A $100 trabaszlón, rejtsd a zokniba. De 20 nap múlva átkozottak, vágtatok haza. Kutat, várok, tart, hova lesz a mered? Az eltalas bambasága, ne dan, jogsértésére állj. Lassuk csak az útlevél, a gépkocsival utat engedély. De főleg azt kérdem én, mi van elvalmóni való? És ott csak ki hátul is, gyanús nekünk a dolog. Intézkedésbe ütközik, a csempészésben forog. Nem vihetők itt téri szalámi, pálinka és szetes akármi. A módunkban van ilyet találni, az elbabaszható. Ciao, ciao, Giulio, itthon csak Gyula. Vigyázz el, ne raboljon a Lolo Brigida. Csepek, mert nekem már túl sózsad, Adria! Bácsi! Kérném tisztelettel, én Mutici di Roma! Non capisco! New capisco! Teatro di Scala! Rómában a Préfrik út, Ferencében randevúk, a turistának jól kijut, hogy Gyulán te szegény! Bájos szinyorina! Jöjj ma éjjel, szeress! A szívem tele van lírával, máshol ne is keress! A magyar gyerek arról híres, hogy mindig tüzes és szenvedélyes, s ha éppen tüzes és szenvedélyes, pénzről nem beszél! Ciao, ciao, hányok! Nekünk csak Gyula! Nápolyt látni, és ihaj, csuhaj, nem halunk meg soha! Nektek csak, Gyula, a helyemre persze senkinek ne fájjon a foga. Ciao, ciao, Giulio, itt voltam, Gyula. Nápolyt látni, és mihaj, csuhaj, nem halunk meg soha. Ciao, ciao, Giulio, nektek csak, Gyula, de lassan most már megyek, vár rá a mafia. Állj, álljunk meg egy pillanatra. Ugyanis mielőtt tovább folytatnánk, kötelességünknek tartjuk, hogy néhány dologra fölhívjuk a figyelmüket. Hát kérem, mindenek előtt vegyék tudomásul, hogy mindannak, amit ma itt látni fognak, semmi köze a valósághoz. Ezt számos ténnyel tudnám bizonyítani, de most talán csak a legfontosabbakat említem. Például az, hogy kettős kötés, hármas kötés, ezt kérem. Isten tudja, hányszor el fog hangzani, és nem csak úgy bele a levegőbe, hanem a lehető legfontosabb dolgok múlnak majd ezen a blöffön. Mert ez blöff. Érti, kérem? Blöff.
De ez még mind semmi ahhoz képest, hogy ezt a távvezetéket a Balaton mellett építjük. Jó vicc, nem mondom. A Balaton mellett ugyanis évtizedek óta nem építettek elektromos távvezetéket. De mi itt építjük. Itt és most. Ugyan kérem. Hát lehet ezt komolyan venni? Ferus! Sanyó! Gyerte, kikészítjük a cuccot! Egy pillanat. Mi van, mit akartok? Egy kis bulit. Egy kis hebajt. Itt nem lesz semmiféle buli, és nem lesz semmiféle hebajt, és oszlopmászó verseny sem lesz. Ezzel ne játsz, ha jót akarsz! Akkor megbeszéljetek értelmesen, és mondjátok meg, hogy mit akartok. Ha már ilyen türelmetlen vagy, megmondom. Meg szeretnénk nézni, hogyan lehetne egy kicsit belevalóban melózni. Egy kicsit fiatalosabban. Egy kicsit hadhatósabban. Ezt komolyan gondoljátok? Te még mennyire? Így nem lehet felajánlást. Hé! Miféle felajánlásról beszéltek itt? Várj, Sanyó, mindjárt megtudod. Feltéve, ha hagysz minket komolyan tárgyalni. Nem hagylak, és senkit sem hagyok, az istenit! Engem ne rángassatok bele semmiféle felajánlásba, jó? Mert én már csináltam óvoda műszakot, játszótér műszakot, sportpálya műszakot, sőt! De azokat nem Gyula találta ki, azokat meg kellett csinálni. Nem önként vállaltad? Önként, persze, hogy önként, de másféleképpen önként. Befejezted? Egyelőre. Na, beszéljetek értelmesen, és mondjátok meg, hogy mit akartok. Arra gondoltunk, hogy cirka egy héttel rövidebb idő alatt be lehetne fejezni a szakaszt. Éjjel! Egy hét, ez megőrült, srácok, vigyázzatok, ez közvetlenül. Mit ordítozol? Én mondtam valamit, meg lehet vitatni. Jó, de nélkülem! Na. Természetesen én benne vagyok. De tudjátok, egy hét az túlságosan sok idő. 2, maximum 3 napot tartok reálisan. És ha nem 8 órát lennénk fönn az oszlopokon? Ezt fárasztó munka, ennél figyelni kell. És te is jól tudod, hogy az ember nem lehet akármeddig fenn az oszlopon. Nem is kell. Szerinted mennyi idő megy el reggel délben üres ötyögéssel? 20-25 perc? 40 perc. És tudod, hogy mennyit állunk, mert késnek, pontatlanok a szállítók. Ne tippelj, egy idő óta ezt is mérem. 3,5 órát hetente. Ha ezt kidolgozzuk, ha nem tartunk szabadszombat, és napi 2 órával többet melózunk, és egy kicsit rá is verünk, már is megvan az egy hét. Na jó. És mi a garancia arra, hogy a kényesebb anyagokból nem lesz fennakadás? Tessék! Mit akarsz te? Na, nyisd ki a raktárt! Na, nyisd ki! Benuin, neked mi a véleményed? Én így is kiszolgállak benneteket. Álljon meg a menes kis pajtás, mert nem döntöttünk el semmit. Honnan van ez a kincses bánya? A szállítóknak is van lelkük. Ezt persze majd elszámoljuk. Na? Hát szerintem így már meg lehet csinálni ezt a dolgot. És tudjátok, ez fantasztikusan sokat fog jelenteni a vállalatnak. Ezt a vállalatnak! Na és a népgazdaság, Sanyó! Mondd meg végre, Máté, mire való ez az egész? Miért kell nekem 10 vagy 12 órázom, szabadszombatról lemondanom, hajtani, mint egy őrül, pattogni, mint egy ruhatető? Na! Megmondom, Sanyó, egyszerűen nyíltan, becsületesen. Azért, hogy egy hetet nyaraljunk a Balatonnál. Kosztal kvártéjjal, kiszállási díjjal. Hip-hip, hula! Micsoda, mit beszélsz? Jól hallottad. Egy hetet nyaralunk annélkül, hogy egy nap is elmenne a szabadságunkból. Most hajtunk, hogy utána ne csak nézzük, hanem élvezzük is ezt a piszok szép nyarat. S ne csurogjon a nyálunk, ha a kisolaszt halljuk, hanem mindenki minket irigyelje. Végre egy hétre császárok leszünk, hajnalban fekszünk. És délben ébredünk, vagy este bármire vágyunk, mindent megteszünk, egy hétig gond nélkül élünk, császárok leszünk. Beszélj világosan! Azt akarod mondani, hogy nem kell senkinek felajánlani? Dehogy nem, Sanyó, saját magunknak! És egy hétig azt csinálunk, amit akarunk. Pontosan. Te, és a pénzünk sem lesz kevesebb? Egy fillérrel sem, Sanyó! Így már más. Így már veletek vagyok. Végre egy hétre császárok leszünk. Más se csinálunk, csak ami jó nekünk. Ha bármit nagyon megkívánunk, már nyújtjuk a kezünk. Egy hétig gond nélkül élünk, császárok leszünk. Képtelenség. Miért azon a héten is itt lenne a lakókocsi? A kiszállási díjat fizetnék 3 héten keresztül. Mit akarsz? Egy fillérrel sem kerülünk többbe a cégnek. És ugyanakkor lesz egy csodálatosan szép hetű. A legklasszabb és a legbelevalóbb csajokkal. Vázonyám! Végre egy hétre császárok lettünk. Ne sajnálja tőlünk, hogy lesz
de széphetünk, ki tudja, elment egészen, vagy megjött az eszünk. Egy hétig gond nélkül élünk, császárok leszünk. Vagytok őrülve, ez teljesen szabálytalan. Fogd fel úgy, hogy jobb és gyorsabb melóért jutalomnyaralást kapunk. Kitől? Kitől, saját magunktól. Nem érted? Önkiszolgálás. Mi van ebben olyan elképzelhetetlen? Semmi, számunkra teljesen világos. Neki magyaráz, néz, milyen értelmesen néz. Végre egy évre császárok leszünk. Úgy élünk, ahogy máskor sohasem élhetünk. Ébresztő, naív ez az álom, ébresztő, könnyű kitalálnom, a vége mi lesz. Már előre látom, súlyos a büntetés, ember ébredj fel. Itt nem lesz többet ébresztő, és nem ugrált az senkit. Ébresztő, majd ébredünk, ha tetszik. Nem vagy több, csak kilencből az egyik. Egyforma jogokkal, ezt ne felejtsd el. Felelőtlen banda, miért nem látok az orrotoknál tovább? Miért hiszitek, hogy lehetnek még csodák? Hogy felrúghatunk mindenféle szabályt? Ne lépjétek át a határt! Végre egy hétre császárok leszünk. Lányok mellett alszunk, és akkor ébredünk, ha éppen úgy tartja kedvünk, ennyi jár nekünk, egy hétig gond nélkül élünk, császárok leszünk, egy hétig gond nélkül élünk, császárok leszünk. Ringo, ezek azok a csajok, akikkel az este összejöttünk. A gárda él, már is meghagyja magát. Milyen jó is volt velük, csak kár, hogy korán elmentek. Ma megint fölszedjük őket. Aki jelleg épp ilyen nappal. Jó kérdés. Pillan, le a lappal. Ezt a marha nagy szerénységet szeretem benne. Hogy lehet az, hogy még ha ünnepelünk, elment a bőnök. Ha ünneplésről van szó, akkor itt van a helyünk. Csak kizában, csak frissen, túl sok időnk nincsen. A mi főnökünk rémesen fontos figura. Szerinted csak lógunk és naplót veszed rólunk. És minden héten küldi a jelentést haza. Folyton azt mondja neki, ezer a gondja. És nincs olyan óra, hogy baja ne volna. A mai diák mind komolytalan. Főiskolás kisasszony, itt vendéglátás van. Ne sírjatok, srácok, este várunk rátok, odakint a mólón, hat és hét között. És hogy fülök a népre, a védelmet is érte, úgy viselkedünk, mint egy csapat életlenkő jött. Ez kicsike ország, itt rövid a nyár is, csak ételet kóstolsz, és itt feled már is. És szintén mindazt, amit összekötött, hát megígérjük, rosszak lettünk, mint az ördögök. Nagyon hajtottál arra a csajra az este. Miért? Mit kellett volna csinálnom? Hát el tudtam volna képzelni más megoldást is. Ezt nem tartod jónak? Több szempontból. Az első? Azt most már felejtsük el. A második? Ha nem tudnád, az a csaj masszívan foglalt, és a pallia kifejezetten nagy menő. Csodálkoznál mi, ha most megjelenne? A Manus? Nem! A csaj! Hogy jól érezzük magunkat!
akarom. Ne sírjatok, lányok, este várunk rátok, odakinn a mólók, hat és hét között. És fütyülünk a népre, ha kinevet is érve, úgy viselkedünk, mint egy csapat életlen kölyök. Rekicsike orszáig, rövid anyár is, csak képelet kóstolt, és itt fel egy pár is. Viszik tipi mindazt, amit összekötött, hát megígérjük, rosszak leszünk, mint az ördögök. Hogy bulisztátok ki? Hogy kerültetek ide? Fejenként egy üvegsör Ernő bácsinak, amiért épp itt rohadt le a kis busz. Megértem én. Azt majd kiszámoljuk. Összeadni még megtanultunk a vendéglátó főiskolán. Akkor gyere, Steve, adjuk össze, amink van. Még a végén ellep a lóvé. Hát, ha még azt is hozzáadjuk, amit ezért a nyári gyakorlatért kapunk. Úristen! Elkésünk! Gyerünk, lányok! Csak nem hagyjuk, hogy ez a létre beleköpjön a lesünkbe. Hogy mondtad? Hajj le hozzám, te! Ne! Rizsás, ne! Ha mindannyian megszavazzuk, belenyugszol? Ez nem népszavazás kérdése. Gyula! Gyula, Gyula! Gyula már messze jár, kisfiam! Na igen. És engem bízott meg. Mindenért én vagyok a felelős. És ha csak így készül el a szakasz? Zsarolsz! Kérdeztelek! És itt nincs főnök. Nincs hova szaladnod. Ultimát? Annak is veheted! Sok a nagy hős vagy, túl sok a bolond, rossz felé fordult az egész. Félek, hogy senki se látja, mind a hányan vakok, valaki köztünk túl merész. Ott a mézes madzag az orrotok előtt, rajta csak bukjatok rá. Úgyis él lennék az, aki ha lebukunk a hátát tartaná. Milyen császárok, légy kis csaló. Milyen császárok, véti kis csalók. Lophatsz magadnak egy hét szabad időt, mi lesz az ára, te bolond? Robotolsz reggeltől estig, és arra sem lesz erőt, hogy csak a gatyádat letold. De jó is császár játszani a kis csajok előtt, ha itt lent tervezed el. De odafent másképp látszanak a dolgok, és ezzel számolni kell. Milyen császárok, véti kis csalók. Milyen császárok, véti kis csalók. Igazi császár leszel a császárok között, csak meg ne mutasd a kezed. Lehet, hogy lesz egy szabad heted, hogy mihez kezdesz vele. Össze van varva a zsebed. Olyan szabadságról álmodozol itt, amire úgysem vagy érett még. Legfeljebb Afrika Jancsit csinálhatsz magadból, és még csak meg sem értenéd. Milyen császárok, piti kis csalók. Milyen császárok, piti kis csalók. Milyen császárok, piti kis csalók. Azt csináltok, amit akartok. Rendben van. De akkor neked is el kell fogadnod az utasításaimat. Oké. Amennyiben nem szakszerűtlenek. Ettől ne félj. Na jó. De ettől a perctől kezdve minden felelősség a tiéd. Kellő tisztelettel tudomásul vettem. Na,
fiúk. Akkor most osszuk be a három hetet. Ez is probléma. 10 másodperc múlva kezdődik a szabadság. 10, 9, 8, 7. Lukas! Előbb be kell fejezni a szakaszt. Aztán jöhet a végélet. És amint befejeztük, ide toppan valaki a főnökségtől. Igen. És az csak annyit mond. Jaj, de belevaló srácok vagytok. És már is hívja a vontatókat. Aztán ágyő Balaton. Ciao, bambina. Isten veletek, lányok. Na. Ez a leghülyébb megoldás. Valami rizikót vállalnunk kell. Igen, de a lehető legkisebbre kell szorítani. Ez pedig az, ha a középső hetet vesszük ki. Akkor az első és a harmadik héten eleve nem lehet baj. Ha pedig a középső héten esz ide valakit a fenn a főnökségtől, hát nagy dolog. Egy-két nappal előrébb vagy hátrébb vagyunk, és egy-két napból még sosem csinált balrét a főnökség. És ez jelenti a biztonságot is. Mert az első fele kész, a másodikkal már nagy baj nem történhet. Így igaz. Aláírom. Én is. Én is. Rizsás? Jaj, csináljuk így. Guszti? Tessék. Hát ez mi? Középső hét. Hát ezt mikor írtad fel? Amikor kérdetted, hogy mi a véleményem. Már megint nagy vagy, Menuhin. És azt felírtad, hogy mi lesz az egy nappal? Nem, de megjósolhatom. Kártyából, picim? Nem, a képetekből. Azt, hogy ma már itt nem lesz meló. De nem ám! Lóri, most kezdheted a visszaszámolást. Zero! Juhú! Gyere, Lóri! Én a te helyedben nagy évben elkerülném a postát. Mit akarsz te ezzel? Semmit. Csak nem tenne jót az egészségednek, ha ma a posta körül látnának. Holnap pedig megjelenne valaki a főnökség. Ide figyelj, én az ilyen gyanúsítást... Nyugdíj! Én csak figyelmeztetelek. Remélem megértettél. Jobban, mint te engem. Bocsánat. Ciska. Tudtam, hogy eljössz. Én nem. Már az este tudtad, hogy el fogsz jönni. Este igen. És reggel? Reggel minden más. Én azt sem tudtam, miért jövök el. Épp csak elindultam, és furcsa nekem, hogy most itt vagyok, és egy kicsit szégyellem. Ne bánts érte, én sem értem még igazán, és ha érteném is, nem mondanám. Túl sokszor kezdtem hinni, túl korán. Tegnap szép este volt, még ártatlanul szép. Most tovább mennék, elrontanám, amire emlékezhetnék. Tegnap még nem ismertelek, ma meg épp úgy, mint a kisgyerekek. Talán bántani foglak, nehogy megszeresselek. Ne gyűlölj érte! Ott tudnálak gyűlölni még, mikor szeretni sem volt időnk elég. El se kezdődött, de már lehet, hogy véget ér. Tegnap szép este volt, még ártatlanul szép. És félek nagyon, ha most tovább mennék, elrontanám, amire emlékezhetnénk. Kár lenne érte, ha már most elveszítenénk.
Nem baj, az a fontos, hogy eljöttél. Az este nagyon furcsán mentél el. Majd megmagyarázom. De mikor? Majd, ne akar mindent egyszerre tudni. Az Isten, itt már is idevet valakit a fenn a főnökségtől. Ez az ő kocsia. Ilyen jól ismered? Igen. Sokat ülhettél benne. Olyankor más hangja van. Akkor sokat vártak. Igen. És jött? Általában igen. Mint most. És azt is tudtam mindig, hol keres. Eddig nem kellett keresnie. Szevasztok! Szevasz! Az este valahogy elmaradt. Valahogy elmaradt. Varró Tamás. Vér Máté. Ne haragudj, de nekünk mennünk kell. Neki is? Főleg neki. Légy szíves. Ne haragudj. Nincs harag. És sajnálom, hogy... Hidd el, én még jobban. Elnézést a zavarásért. Nem történt semmi. Örülök, hogy így fogod el. Szia! Hé, pajtás! Hé, öreg fiú! Egy hét múlva szabad ezek. És ha a fejed tetejére állsz, akkor is ellopom tőled a nőt. Na, úgy látszik, hogy ezt a csajt is ide rendelték. Mi az, hogy ide rendelték? Máté, Mariska, Máté rendelte ide! Mit örömkölt? Legyen nyugodt, nem szakad meg a szívem miatta. Én nem is értem, miért maradtunk itt ezeknél a srácoknál. Amikor annyi menős rác imbolyog mindenfelé. A nyáj szellem, drága Ildik, a nyáj szellem! Ők egy nyáj, mi egy nyáj? Tessék együtt terelgetni bennünket. Akkor már inkább legeltetni. Gondoljátok, hogy eljönnek? Hát különben nem mondták volna, hogy ma legyünk itt. Az igaz. Persze, nekem nélkülük is tiszta felüdülés ez a szálloda után. Állatira unom azt a nagy plancot. És a diszkrét ajánlatokat. Tudjátok, múltkor az a pasas, amelyiknek mindig filmfelvevő lóg a nyakába. Jaj, ez azt mondja nekem... Nálam is bedobta magát, képzeljétek el, három nyelven. Végül aztán magyarul megmagyaráztam neki, hogy ide figyelj, apukám. A devizás volt az, ott van, nem is. Kösz mindjárt! Azért hintotok ide, hogy nézzünk benneteket? Van még egy kis megbeszélni való. Ne féljetek, gyorsan végzünk és aztán súlyújjunk! Hagyjuk kérem, hagyjuk! Csak semmi tologatás! Na. Ne vacakoljon már, mester! De mondtam, kérem, nem tologatunk! Ugyan kérem, együtt vagyunk, szeretnénk kényelmesen ülni! Tologatás akkor sincs! De hát van elég üres asztal! De azt nem a kedves vendég mondja meg! Hát. Kukkancson ide, drága maestro! Rizsás, ne! Természetesen, uraim! Ahogy parancsolják, uraim! Ennyi? Parancsoljanak, uraim! Na kérem, legyen szíves, 16 cseresznyét és 8 üveg sört. Egy pillanat. És utána negyed óránként 8 cseresznyét és 8 üveg sört. Míg azt nem mondom, elég. Igen, is tisztelem. És ti? Ti mit kértetek? Mi? 8 kólát. És 8 konyakot. És negyed óránként újabb 8 konyakot. Mindaddig, amíg azt nem mondjuk, hogy elég. De nem fogjuk mondani, ez lesz a büntetés. Miért? Amiért nem hívtatok meg az asztalotokhoz, bocs. Annak is eljön az ideje. Nem véletlenül mondtuk, hogy ma legyetek itt. Szerencsre én 16 cseresznyét. Na. Vizezet. A 3-1-re. Balaton császárai. Hip hip. Légy szállt a kottára is. Egy kicsit a magója is kamiskolt. 9 per 10.
tisztelet kell. Hogyan? 9 perc múlva esedékes a folytatás. Ja, köszönöm. Srácok, amikor az esbilincsek elfogytak, hát azt hittem besokalunk. Mi azok meleg percek volt. De azért csak elkészítünk azzal az egész heti melóval. Egészségetekre. Egészségetekre. Mi van este, nem iszol? A távvezetékre, a vonalra. Nem? Építjük az utánpótlási vonalat. Pedig van mire inni. Magunk határoztunk, magunk tűztük ki a célt. Magunk döntöttünk, hogy hogyan melózunk. És te magunkra nem iszol el? Nem esik jól. Akkor minek jöttél ide? Eljöttem, és egy hét múlva délután 5-kor is itt leszek, mert így beszéltük meg. Hagyj békén, ő is ugyanúgy mellózott, mint te. Így is van. Nem kötelező a palacsinta evés. Én ebből a palacsintából nem kérek. Én meg a savanyú pofádból. Hova-hova ringókoma? A csajokhoz, kis haver! Az esetek kevény, de ne féljetek, lesz még többi. Csak ugyanem jól van ez így-e? A melóban együtt, most pedig... Más ez és más a munka. Na ide figyelje! Van egy ajánlatom. Mi van, újabb ötletet támad? Igen. Elintézem, hogy kiírjanak beteg szabadságra. Elintézed? Igen. Az a lány. Ápolónő a kórházban. Van egy csomó orvos haverja. Ha szól valamelyiknek, biztosan kiír. De mondd is, miért jó ez nekem? Hogy kevesebb lesz a pénzem? Sok mindent kapsz azért a kis pénzért. Például nyugalmat. Nem kell félned, hogy miért mentél bele, meg hogy miért nem jelentetted a főnökre. Miből gondolt, hogy titokban nem írtam nekik? A fene tudja, de valahogy az az érzésem. Egy levelet észrevétlenül fel lehet adni. Igen, de te nem tetted meg. De még megteheted. Te nem teszed meg. Nem. Skacok! Efre, aki életében először emberszerűen viselkedett. Hoppá, nézd, mit hoztam neked, Ef. Már belévi szeretet. De hős! Éljenek a császárok! És a császárnő! Éljen a nyár! Nyár csak volna vége már. Mire jó, hogy megzavart, s ha már minden felkavart, mit akar még, mire vár? Nekem túl szép, nekem túl bolond ez a nyár. Mi történt velem? Boldog voltam, nem tudom, mégis csönd volt és nyugalom. Ez az egész hol van már? Nekem túl szép, nekem túl bolond ez a nyár. Félek, amit érzek, ismerés, és én nem vagyok elég erős. Tudom, talán nem volna kísérés, ahogy mint máskor most visszafordulnék, de nem már. S túl messze a másik part. Más ez vagy csak én vagyok más. Van-e, lesz-e még folytatás? Mindegy, én nem bánom már. Ahhoz túl szép, ahhoz túl bolond ez a nyár.
lehet az írni, soha rosszabb. Ne törvényes semmi, mint az, hogy valakivel van egy kis szerelem. Egy kép, ha táncoljunk, ha végre jó a kedvünk, jól vagyunk. Mire keseregjünk, már megijedtem, hogy muskórak lettünk. Nem kell melodráma, meg ne hasadjon a szív. Ez az, ami kell, ez a rock and roll. Ne lógasd az orrod, rock and roll. Nyugszad, ami bírod, rock and roll. Ennyi csak a dolgod j============                └============            Na gyere már! Nem, és arra kérlek téged is, hogy maradj. De amikor fürödni szeretnél? Majd fogunk még, de nem most. Most miért nem mehetünk velünk? Mert arra kértelek, hogy maradj. Kérsz? Kérlek. Parancsolj. Semmi. Fizettünk és megyünk. Nem, Tamás. Ha már itt maradtunk... Tudod, hogy hajnalban kellek? Máskor is akkor kellsz. Nem várhat holnapig? Most már nem. Nem tudom elképzelni, hogy ennyire sürgős legyen. Mondtam azt. Te csak ugyanennyire nem érted, hogy mi történik itt? Nagyon is jól értem. Éppen azért nem tulajdonítok különösebb jelentőséget neki. Mivel, hogy nem történt semmi különös. Legfeljebb egy kicsit megkevert ez a srác. Megkevert? Nem ülnél le? Be kell még nézek a telepre. A telepre? Igen, a telepre. Tegnap éjjel is megőrült a klímaberendezés. 40 fok fölé ment. Az bizony nagy baj. Hát ugye fenében. Te igazán nagyon jól tudod, hogy mi történik, ha magasabb a hőmérséklet, persze, nem? Persze, hogy tudom, néhányszor már elmagyaráztad. Hát akkor meg... Tamás, most nem hőmérsékletről és páratartalomról van szó. De pontosan, hogy erről van szó. Nem értelek. Hány éjszakát töltöttél velem az én vacak kis üvegházamban, amikor óránként fel kellett kelni ellenőrizni a műszereket? Igen, eddig ebből állt az életünk. Mert be kellett bizonyítanod, hogy nem a te módszered rossz, hanem ahogyan megcsinálták. Amikor menekültek tőled, mint a leprástól. Hóklernek, szélhámosnak lettél kikiáltva. És mindent, de mindent el kellett adnod, hogy megcsinálhassd a saját tenyérnyi kis telepedet. Megcsináltad? Persze, hogy megcsináltad. De kit hoztak be októberben 40 fokos lázzal a kórházba? Hm? Mert még akkor is egy rozoga kis vitorláson aludt, mert másút nem volt fedél a feje fölött. Te, az egyik hálószóban. Olyan lesz, mint egy kajüt. Mint a kajüt a vitorlás. Hagyd ezt most, Tamás. Jó. Hagyjuk csak ugyan. Fizessünk és menjünk. Nem, nem, maradjunk. Jó. De akkor igyunk még valamit. Nem inni akarok, beszélni. Kérlek. Tessék. Nem mondd így. Hát, hogy mondjam? Kértelek az előbb, hogy hagyjuk ezt az egészet holnapra, de nem. Te most rögtön akarod. Hát akkor tessék, mondjad. Rendben van, Tamás. Fejezzük be. Micsoda? Azt mondtam, fejezzük be. Fejezzünk be mindent, ami kettőnk közt van. De ez nem lett komoly. Te is ez a srác. Igen, Tamás. Én és ez a srác. Hát ez vicc.
Most, amikor minden jóra fordult, amikor ezer hordakon termelik az én módszerem szerint, amikor minden fejes elismeri a szakmában, pár év is tanítani fogják a főiskolán, most akarsz fölrúgni mindent. Hát mit nyújthat neked ez a srác? Nem tudom, fogalmam sincs. Hát akkor tulajdonképpen mit tudsz? Semmit. De mert nem láthattam ezen a héten, úgy szenvedtem, mint a te hiányodtól soha. Ezért a jövő héten szabadságot vettem ki. Ők is szabadok lesznek, és én minden percet vele akarok tölteni. Csak pillanatnyi szeszély, pillanatnyi zavar, rövid zárlatát vonuló vihar. Magad is rájössz, hogy értelmetlen volt az egész. Egy ismeretlen parton, egy ismeretlen erőt, tudom csábít, hogy kipróbáld az erőt. De menni könnyű, csak benne élni majd az nehéz. Azt ne itt, hogy bántalak, elnőtt vagy és végül is szabad. Azt szeretném tudni csak, hogy mit remélsz, ennél te többet nézz. Csak pillanatnyi zavar, pillanatnyi szeszély, pár nap múlva elfelejtjük, ne félj. Évek kötnek össze, nekem, neked nincs más esély. Én már eldöntöttem, és meg el kell mennem. Ne haragudj rám, és kérlek, engedj el. Azt ne hidd, hogy bántalak, mire jó becsapnod önmagad. Úgy hiszem, ha százszor ennyit mondani, akkor sem értenéd. Csak pillanatnyi szekély, pillanatnyi zavar, rövid zárlat, akkor oda vihar. Mindig könnyen hittél is veszteszél. Ismeretlen arcok, ismeretlen világ, elindultam, kell, hogy menjek tovább. Akkor is, ha látom, akkor is, ha érzem, hogy nem. Azt ne hidd, hogy bántalak, mire jó becsapni önmagad. Úgy hiszem, ha százszor ennyit mondani, ennél se értenél. Csak pillanatnyi zavar, pillanatnyi szeszély, pár nap múlva elfelejtjük, ne félj. Évek kötnek össze, nekem, neked nincs más esély. Csak pillanatnyi gondol csak végig, mi az, amit nyújthat neked? Minden! Az utánpótlás! Gól 9-3. Nem igaz, 8-3. Hogyha 8-3, az előbb volt 8-3. Ne csalj, az előbb 7-3 volt. Jól van, legyen 8-3. Csak lányokkal ne játszon az ember. Na, azért. Nem hagynátok abba ezt az átkozott csatfogást? Mindjárt! Hagyjátok abba! Hogy? Mi van? Semmi, semmi. Aludjon csak tovább. Köszönöm tisztelettel. Ne haragudjatok, játszatok csak tovább. Ne nyugtalankodj, el fognak jönni. Egyáltalán nem úgy fest a dolog. Meleg van, süt a nap. Nincs kedvük ott hagyni a vizet. Ugyan már, mi ott tudtuk hagyni. Talán nekünk könnyebb volt. Olyan szép hetünk volt, varázslatosan szép. Thank you.
nyugalmam, legfőjebb egy simogatás, egy értő mosoly, egy kis biztatás, és fájna nekem, ha ez nem volna elég. Olyan szép hetünk volt, varázslatosan szép, és én jól tudom, nem túl nagy idő e hét, de ígérem neked, hogy nagyon sok lesz még. Most engedd el magad, mondd, hogy te is szeretnéd. Hallod? Persze, hogy hallom, vacsorára kongatnak az építőknél. Igen, ez azt jelenti, hogy 3:45. 5-re beszéltük meg, és sehol senki. És én kutya vagy? Ne haragudj, Lóri, de csak ő. Érted, csak ő? Hát a többiek hol vannak? Belefulladtak testületileg a Balatonba. Késnek. Egy héttel ezelőtt világosan megbeszéltük, hogy ma délután 5-kor itt találkozunk. Addig mindenki azt csinál, amit akar, oda megy, ahova akar. De ma 5-kor mindannyian itt lesznek. Nem érted? Hát holnap újra kell kezdenünk a melót. Lányok, a férfiam! Megint ide jöttünk. Nyugi, Bernát, nyugi! Különben ő a Betty, de én csak Bernátnak hívom. Inkább maradtunk volna a Lidóban. Nyugi, cicuska, nyugi. Fél óra alatt végzünk, aztán visszamegyünk. Ahogy az fél óra lesz. Ringo bácsinak dolga van. Itt maradunk. Na, többiek, elmentek már? Mi az, hogy elmentek? Még meg sem jöttek. Hát hiába. Csak én lehetek ilyen marha állat, hogy ide jövök, és még lelkismeret furdalásom van, hogy kések. Cicuska, menj ki Szolicsány úrhoz, kérdető lassus kulcsot. Ha már nem jön be. Szolicsány úr, tudnélik, naponta egy 1000-es kocsival plusz ellátás. Mit nyúzott folyton ezt a szerencsétlen a slussz kulcsát? Szolicsány egy hétig az enyém, fekete fuvar pedig nincs. Nem elég neked, hogy téged Schwarzban fuvaroz? Ez az, Szolicsány képes még a Schwarzba is svarcolni. Köszönöm, cicusám. Nincs több. Főúr! De val? Na, adjon nekik enni, inni, amit csak akarnak. Skótviszki, francia konyak, az nincs. A szovjet pezsgő. Az van. Azért. Na, meg lesz a napi előirányzat. 3 hónap is tegszer számtam erre az 1 hétre, de megérte. Még Szolicsányi úra is jut napi 1000 plusz ellátás. Napi 1000, te megőrültél. Akárhova eljuthat, gyalog is 20 perc alatt. Pazarlok, Lóri fiam, tehát vagyok. Fene tudja, talán én is öregszem. Gyere, szoríts jobban, babám, a babád nem látja, nem ám. Most megtehetjük, amiről az éjjel álmodtál. Csak tudnám, miért, de most is jó a kedvem. Pedig egyszor a jókat tisztam, és jót ettem. Persze jól tettem, öreg hangosítsd fel a zenét, mert egy darabig itt leszünk még, ha csak 100 évig élünk, az nekünk már elég. Egy dát, egy lájt, egy nagy pohár bor, Istenemre, ez jó, ez kell, csak azt ne mondd, hogy tévedtem. Haver, csak azt ne mondd, hogy tévedtem. Tudnám, miért, de most is jó a kedvem. Persze tudnád máshogy is élni az életed. Kicsit unalmasabban, de ha egyszer ilyen megszülettem, hol tiltakozhatnék? Én beletörődöm, ha az élet szép. Hát szép! Fogom magam és iszom még egy kortyot. Mondok egy viccet és járok egy táncot még. Gyere, szoríts jobban, babám,
de érezzelek ám, ha egyszer élünk, éljünk igazán. Egy láb, egy lány, egy nagy pohár bor, Istenemre ez jó, ez kell. Csak azt ne mondd, hogy tévedtem, haver, csak azt ne mondd, hogy tévedtem. Egy lány, négy lány, és nyolc pohárból, Istenemre ez jó, ez kell. Csak azt ne mondd, hogy tévedtem, haver, csak azt ne mondd, hogy tévedtem. Egy lány, egy lány, egy nagy pohárból, Istenemre ez jó, ez kell. Csak azt ne mondd, hogy tévedtem, haver. Csak azt ne mondd, hogy tévedtem, haver. Csak azt ne mondd, hogy tévedtem. Ugyan. Ringo, többiekről nem tud semmit. Hiába, öcsi, nem mindenhol teszik le ötkor a melót. Mit beszélsz? Mi azt nem tudod? Mit a szentség itt? A monogámia átka, a beszükülés. Tűrsz a nőm mellett és semmit nem tudsz a világról. Ne dubálj már össze-vissza, mondjad! Jó. Csak azt hittem, hogy tudod. Mit? Ez vagy az első nap, rizsás a második nap elszegődött építkezésre. Villanyt szerelni. Nem igaz. Mi az, hogy nem igaz? Még Guszti is beállt egy bandába, azt mondja, hogy adarul madar. A mazőkem, az a belő. A saját falujába még kontrásnak sem vették be. De itt húzta veszettőt, hogy adarul madar. És én még azt hittem, nyaralni fognak. De nem. Első dolguk volt végigjárni az építkezéseket. Egy nap alatt többet keresnek, mint a vonalon egy hét alatt. Miért? Azt hiszed, itt rosszul keresnek? Kiemelt bér, veszélyességi pótlék, úti költségtérítés. Mit gondolsz, miből telik Ringónak? Hát nem röhely, hogy én már márciusban vagy áprilisban azon törtem a fejemet. Hogyan mehetnénk el nyáron egy kis szabadságra? Ennyi vált valóra a híres terveimről. Ne vessek, sírjak, mondd meg, én már nem tudom. Ennyire olcsók lennénk, vagy csak álmodozunk, s engedjük el, ha itt az alkalom. Félre ne érts, én tudom, nincs kire haragudnom. Épp az ügy, hogy valahol senki, senki más. De ki tudja, mennyi mindent szalasztunk el épp ugyanígy. Holnap így lesz volna cirkusz, ami ma lázadás. És én a valon úgy éreztem, egyszer az életben valami több is jár nekünk. Legalább egy szép hetet érezzük, élvezzük, élhessük már, mikor tombol a nyár. Húcska kis vágyaink vannak, húcska kis képzeletünk, látványos csatákat vívunk, végül semmiért. Melyikünk a nevetséges, melyikünk a szánnivaló, minden a kezünkben volt, látott ennyit ér. Ennyi vált valóra a híres terveink. Ne vessek, sírjak, mondd meg, én már nem tudom. Ennyire olcsók lennénk, vagy csak álmodozunk. Félre ne érts, én épp csak elgondolkodom. És én a valóban még azt hittem, egyszer az életben valami több is jár nekünk. Legalább egy szép hetet érezzük, élvezzük, élhessünk már. Kár volt igazán kár.
Ringo! Nem tudod, hol dolgoznak? De, tudom, hogy nem tudnám. A szentség itt neki, és nem mondod? Kérdezted. Na gyere! Gyere, szedjük össze őket! Gyere. Jó, látjátok, a termelés érdekében szükség van ránk. Még jó, hogy Szolicsányi kívánat ragacsával. Kösz, hogy hagytál. És én? Te meg lemész a partra, ott jobbra fordulsz, van egy társas villa. Ott dolgozik egy nagy. Nem messze tőle dolgozik Sanyú és Rizsás. És ott bazsebál valahol Guszti, és azt mondja, hogy az örömadár, kamazelkek! Hozhatok valamit, kedves? Nem, köszönöm, nem. Ne féljen, visszajön. Biztosan? Szavasz. Szia. Láttam, amikor elment. Tamás, ez... Igen, leskelődtem. Ciska. Én az elmúlt héten rádöbbentem, hogy nem tudom elviselni, hogy elveszítselek. Mi az? Nincs rajta, vagy sem? De, csak... Olyan furcsa ezt hallani a te szádból, sose beszéltél így. Mindegy. Most így beszélek. Ciska, vissza kell, hogy gyere hozzám. Lehetetlen, Tamás. Ez a hét nekem is elég volt arra, hogy biztos legyek magamban. Őt szerettem. Hangulat. Ez nálad csak egy hangulat. Ne kezd újra. Nem kezdem, hanem folytatom. Sőt, befejezni szeretném. Ciska, házasodjunk össze. Legyél a felesége. Szegény Tomasz. Nagyon megkillódhattál, amíg idáig eljutottál. Tudod, hogy mi nem vagyunk egy házasulós fajta. Minden férfi későn nősült a családban. Viszont nem vagyunk válósak se, mert az sem divat nálunk. De ha egyszer elhatároztuk, meglásd. Tudod, Tamás, ha ezt egy évvel ezelőtt mondod, vagy inkább még előbb. Elég hosszú volt az az idő, amikor nagyon boldog lettem volna, de most... Nem, Tamás. Köszönöm, nem. Köszönöm, nem. Hát mi ez? Egy pohár víz? Köszönöm, nem, kérek. Egy cigaretta? Köszönöm, most dobtam el. Hát nem érted? Arra kértelek, hogy házasodjunk össze. Arra kértelek, hogy legyél a feleségem. Ne kiabálj, nem kell mindenkinek tudni, hogy itt lánykérés folyik. Értsd meg, késő. Egy hét múlva elutaznak, és én velük megyek. Már sikerült azt is elintéznem, hogy a kórházban se legyen fennakadás. Késő. Soha semmi nem késő, amíg él és mozogni tud az ember. Ciska, csak még egyszer próbáljuk csak meg. Még. Jó, tudom, évekig ez ment, csak még sikerüljön bebizonyítani, hogy jó az eljárás, csak még nagy üzemi lehetőséget kapjak, csak még felépüljön a ház, csak még. És közben valahol lépést évesztettünk. Nem, számunkra még nem késő. És tudod, tulajdonképpen hálás vagyok ennek a fiúnak. Neki kellett jönnie, hogy rádöbbenjek. Nincs több, csak még. Érted? Nincs több. Nem érdekes semmi. Szeretlek. És veled akarok élni. Lehetetlen, Tamás. Ez a nyár... Nyár, csak volna vége már. Mire jó? Megzavart, s ha már mindent elkavart, mit akar még, mire vár, milyen őrült, milyen átkozott ez a nyár. Mondd, mi történt velünk, boldogok voltunk, nem tudom, mégis csönd volt és nyugalom, ez az egész hol van már. Milyen őrült, milyen átkozott ez a nyár. Erősödik bennem az érzés, nem akarlak téged elveszíteni. Miért hazudunk mindig, miért? Gyere vissza hozzám, lézengek a légüres térben. Azt hittem, csak pár nap is túl leszek mindenen. De most feladom, nem megy tovább. Gyere vissza hozzám,
változom, élni akarok újból, igen, még egy esélyt adj nekem. Értek, hogy késő, tudom, hogy késő, nem olyan rég, még jó lett volna, ha sosem mondasz nekem, hogy késő, ennyivel még mindig tartozol nekem. De most kell, hogy adj még egy esélyt, igen. Ma már nem, értsd meg, nincs több híd, s túl messze a másik part, minden más. Ne lesz-e még folytatás, mindegy, én nem bánom már, ahhoz túl szép, ahhoz túl bolond. Honnan vagy ilyen bizonyos az érzelmeidben? Mi adja a jogot? Nem is a jogot. Ezt a félelmetes biztonságot, hogy mindenről dönts. Tudod, mi ez? Az alvajáró biztonsága, érted? Az alvajáró. Nem, Tamás, én mindenről megbizonyosodtam. Egy hét alatt. Egy hét? Egy hónap? Egy év? Ilyen esetben nem számít. Jó. Te mondtad. Maradj velem még egy hónapot. Micsoda? Jól értetted. Arra kértelek, hogy maradj velem még egy hónapot. Ha egy hónap után is úgy érzel, ahogy most, akkor én fogom azt mondani, hogy eridj. Meglátod, egy hónap alatt elhalványodik ez a kis közjáték. És a végén hálás leszel nekem, hogy nem engedtem eljátszani az életedet. Tamás, ne kérj ilyet. De igen, ha többel nem, de ennyivel tartozol nekem. Ha úgy érzed, hogy tartozom, akkor rendben van, maradok. Nem akarok adósod maradni. De már most megmondhatom, hogy semmi sem fog megváltozni. Nem mondj semmit. Majd akkor, egy hónap múlva. Hello. Pacs, köszi. Csak finoman, finoman. Hát, Perizsás. Már régóta itt vagy? Régóta, de már nem sokáig. Na ne viccelj, Máté meg Ringó értetek mentek. Nem vicc, kis szívem, minden perc drága. Akkor jöttél volna előbb. Nyár csücseny leire már. Mi történt ma is? Mondom reggel a főnöknek, hogy na főnök, ma még a magáé vagyok, de holnaptól kezdve visszaállamosítom magamat. No bátyuska, mondja a főnök, akkor ezt a kis nyaralót még ma megcsinyáljuk. Erre a kis hatszobás szükséglakásra gondol, mondom én. Mely maga lát itt másikat? Nem látok. Akkor valamelyikünk rosszul lát, mondja a főnök, és kiteszi az asztalra Bartók Bélát. Hát, most már valamivel kisebbnek látom, mondom én, de még mindig elég nagy. Erre a főnök kiteszi Bartók mellé Adit. Egy egész kultúrcentrum. Mondom, na látja főnök. Durvasággal nem ment volna velem semmire, de a muzsika és a költészet hangjára én nem tudok nemet mondani. Hát így van ez kicsi. Na! Itt voltam. Nem várod meg Mátéjékat? Nincs rá kapacitásom. Ezt nem teheted meg velük. Mi van kicsi? Átvettük a parancsnokságot? Korai, nem? Ne haragudj, Rizsás! Semmi baj! Semmi baj. Ha késnék, nem kell begyulladni. Megcsináljuk azt a rohadt vezetéket. Érdekes, hogy nincs itt senki, na nem baj, addig legalább elmesélem. Mondd gyorsan, hogy mi történt, mert valamiből kimaradtam, értem. Hajjáj! A Ringó elvitt vitorlázni, azt mondd, mikor fordult téli rámba. Még csak nem is próbálkozott, régen tudtam, hogy csak jár össze. Nagy darab ember, csak egy icipicit múlja.
de azért mi szeretjük, mert aranyos egy pofa. Képzeld az a szanyú gyerek, megvan éped zavarodva, látom. Ez aztán a meglepetés, persze tudod, én nem is csodálom. Csak az a baj, hogy holnap reggel elutaznak, azt sem tudjuk merre. Három hétig elkitkoltak, pedig most már milyen boldog lát. Picit múlja, de azért mi szeretjük, mert aranyos egy pofa. Hol voltatok lányok, sokat vártunk rátok, együtt van már régen az egész társaság. Kiúsztunk a tóra, ez volt a vízpróba, innen már csak sörrel, borral folytatjuk tovább. Van még egy este a Balaton mellett, a császárok reggel már más vele mennek. Ha szétszabad is minden, ami összekötött, hát ma éjjel még rosszak leszünk, mint az ördögök. Kicsi sanyú, buta sanyú, három hetet veszítettük, látod. Három hét az nem a világ, lesz több is, ha számíthatunk rátok. Tervezünk és álmodozunk, s ki tudja, hogy mit hoz majd a holnap. Legfőjebb majd emlékezünk, volt egy nyár és szép napjaink voltak. De ma éjjel még az a dolgunk, hogy jó kedvünk legyen, elbúcsúzni ráérünk, még reggel is azt hiszem. Mi bajod? Piszok egy melót, végeztetek. Miről beszélsz? Ringo, Rizsás, F. Kettős kötése rakták fel. Micsoda? Jól hallottad. Mi ez a kettős kötés? Semmi, nem fontos. Nem pontos. Csak éppen leéghet az egész távvezeték. Az istenit a disznó pofátoknak. Mit csináltatok? Válaszolj, válaszolj, F! Én már a kezdetén megmondtam. Ha így csináljátok, nem tudok felelősséget vállalni semmiért. A saját munkádért sem. Ki mondta, hogy mindent megcsinál, csak szakszerű legyen? Hogy könyörögtem egy héttel ezelőtt a kék vitorlába, hogy kezdjétek el ti is másnak a melót. De nem! Rizsás már előre megegyezett a mesterével egy napra. Ez sem hagyta ott a helyét. Van mentség, hogy össze akarnak házasodni Katival. Ringónak viszont volt még egy-két elverni való százasa. Persze, hogy hiányzott az a nap, amivel később kezdtetek. Hullaként, teljesen lerobbanva. Azért nem kéne eltúlozni. Ugyan, hármas kötés az túlbiztosítás. Ilyen terhelés csak elméletben fordulhat elő. Gyakorlatilag szinte soha. Soha? Vagy szinte soha? Milyen alapon fogad ez téged? Mintha ő annyira tudná, hogy mit lehet és mit nem. Lesz, hogy veled a mi dolgunk. Te is nagyon jól tudod, hogy semmi a valószínűsége annak, hogy valaha is zűr lehessen belőle. A szinte semmi is valami. Amikor az egészben megegyeztünk, olyan volt, mint ha valami szerződést kötöttünk volna, amit mindkét részről mi írtunk alá. Ott is, ahol az van írva, munkaadók. És ha nem akarunk munkavállalóként is megbukni, csak egyet tehetünk. Nem veszünk át ilyen szemét melót.
Ezt meg hogy érted? Úgy, hogy kijavítjuk azt a részt. Átkötjük hármasra. Ezt én megcsináltam a magamért. A többi pedig nem érdekel. Igazad van, Sanyó. Van egy ajánlatom, Máté. Törődj a ti részetekkel, a milyenkért mi felelünk, rendben? Hát senki sem érti, mi az, amit csinál. Úristen, mi ez az egész? Amit nem lát, az nincsen. Labúj, bújja, labúj, se jobbra, se balra, ne nézz. Majd csak megoldódik, ez is valahogy. Mit számít ki a hibás? Csendben lelépünk, és ha tényleg nagy a gond, vagy kijavítja valaki más. Milyen császárok, sunyik is csalók. Milyen császárok, sunyik is csalók. Itt túl sok a nagy hős, csak emlékez vissza, ő megmondta már az elejét. Most másodszor vagy őrült, de csinálj, amit akarsz, ez a hátizsákban nem az enyém. Persze, menj a bőröd, okosan csinálod, jó meleg a takaró. De mi szólod már, ott semmiről sem tudtál. Mi nem vagyok rossz akaró, mi a császárok, súly kis csaló. Hétol velünk, azt tettük, amit mondtál. Mit akart még mindezek után? Ne járt nekünk órét, se várt írt, se semmi. Nem tőlünk be másodszor is, nem áll. Reggel elindulunk, és mindent elfelejtünk. Úgy is csak húzunk tovább. De az Istenedem, innen el nem mozdulunk, míg a dolgokat tisztán nem adjuk át. És ha minden oké, majd megyünk tovább. És ha majd megyünk tovább. És meg itt magunk alatt vágjuk a fát, én már érzem a botrány szagát. De hogy valami nincs rendben, az soha ki nem terül, ha most pusolunk és létszerünk tovább. Szemét róker vagy, ha ezt komolyan gondolod, és ugyanazok a többiek is mind. És csak elloptunk egy hetet, és nekünk volt a meló. Más nem történt, hát mossuk kezeit. Milyen császárok, súnyi kis csalók. Milyen császárok, súnyi kis csalók. Én tisztességes üzletet ajánlottam. És a vége tolókocsi, ugye? Már megint ezzel a régi dologgal gyötörsz. Annak ehhez semmi köze. Na jó, csak mondtam. Hallgass! Látod? Erről hallgatni kell. Erről lehet hallgatni. Mindenről lehet hallgatni. Nem tudtam, hogy ivott. Nem tudtam. Összekötöttük a két szakaszt. Akkor valaki azt mondja. Igen, az volt a szokás, fogadtak. Kimegy elcsinek föl a bokrétával az oszlop tetejére. Erre a mieink. Nekünk ott van Máté. A hamazok meg röhögnek. Nekünk artistánk van. Hullottak a százasok, az ötszázasok a kalapba. De én nem tudtam, hogy ivott. Ha látom, akkor nem megyek fel, hiszen piás a fölmeni Isten kísértés. Érted? Nem tudtam! Ne törődj vele, Máté, el van felejtve. Vannak dolgok, amiket el kell felejteni. Holnap jönnek a vontatók, aztán ágyai Balaton. És egy hónap múlva már csak a szépre emlékezünk. De könnyen képzeled el, Ringo. Nem a vonal miatt akar ez maradni, amint látja. Megbolondultál. Kapóra jött neked minden, mert félsz. Félsz, hogy itt hagy, visszamegy a régi paliához. Meg vagy te húzatva. Eltelik az egy hónap, mire megtalálják az utódját, és jön utánam. Miért nem most jön veled? Mert ápolónő, és nem lehet csak úgy otthagyni a betegeket. Ez tisztességtelen lenne. Tisztességtelen? Mit gondolsz, miért maradt itt a te nagy tisztességű csajod? Miért? Mert kapott a paliától még egy hónap laufot. Ezt honnan veszed? A saját fülemmel hallotta. Ez igaz? Igaz. És miért nem mondtad meg nekem? Biztos voltam benne, hogy utána megyek. Biztos. Ócska,
kis vágyaink vannak, kócska kis képzeletünk. Látványos csatákat vívunk, végül semmiért. Melyikünk a nevetséges, melyikünk a szánnivaló. Minden a kezünkben volt, látod ennyit ér. Kapok-e még popont, sajgent, szeretnék tudni, miért? S miért éppen attól, akitől nem vártam volna sosem? Na jó, akkor most szépen hazamész, s vagy összepakolsz és idejössz, vagy ott maradsz végleg. Eredj, míg hazaérsz, gondolkozz. Akkor most folytassuk. Nincs mit folytatni, Máté. Nem érted, Rizsás? Jó, ha mi döntünk így, hagyjul ezt, meg tudja! Nem tudja meg! És ha nem térsz észhez, gondoskodunk róla, hogy ne is tudhassa meg. Tévesz, Rizsás, elég volt az övön aluli ütésekből. Micsoda? Igen, elég volt a piszkos munkából. Mindent el fogunk mondani Gyulának. Fölösleges. Lúj már mindent elmondott. A rohadt kis patkár! Fogd be a szád! Tőled kellett volna már rég megszabadulnunk, Rizsás. Szép is fogadtatás, nem mondom. 3-1. Ingyen nyaralás. A kutya úristenedet. Hát ezért bíztalak meg. És a végén még te is benne vagy ebbe a szemétségbe. Oké, fiúk, lehet így is. Most akkor szépen húzzatok ki, ne is lássalak benneteket. Majd szólok, ha elbírom viselni a pofátokat. Elnézést, hölgyeim, mi az, valami nem tetszik? Máté? Te maradj. Hogy jutott eszedbe ez a marhaság? Ezt már akkor elhatároztam, amikor tavasszal itt rohadtunk a lakókocsiba, meló nélkül. Amikor már látni lehetett, hogy lőttek ennek a nyárnak is. Meglehetősen előrelátó vagy. Az. És most én legyen meg, amit kifőztél? Persze. Azért túlságosan nem kell felfújni a dolgot. Micsoda? Volt idő, amikor kettős kötés volt a szabvány, igaz? Igen. Ez persze nem változtat azon, hogy szemét munkát csináltatok. De hát nem találod ki ezt a marhaságot. Miért? Meg tudtuk tisztességgel csinálni a részünket! Már régen nem csak erről van szó. Ha mi nem megyünk tovább, lőttek az egész vonal átadásának. Mindenki leég. A nagyfőnökig bezárólag. Mindenkit izélgetni fognak. És ami a legrohadtabb, azok is elesnek a pénzüktől, akik becsületesen dolgoztak. Hogy nézünk majd azok pofájába, akik üres zsebbel mennek majd haza? Ehhez képest már nem is számít, hogy a főnököknek is jól betartunk. Mert akkor ugranak a jutalmak, dicséretek, oklevelek, kitüntetések. Azt hiszed, ha mindez a kutyáké lesz, majd vállon veregetnek azért a marha nagy tisztességedért? De csak nem azt akarod mondani, hogy így hagyjuk a vonalat, hogy hallgassunk, hogy kussoljunk! Gondolkozz csak, mielőtt bármit mondanál. Ez a szakasz egy kis pont csupán. A nagy egészhez képest, és ha mi most nagy tüzet vernénk, mennyi hamut szorna vissza ránk a szél. Lehet igazad százszor, kisfiam, de bölcsember így nem beszél. Vállalom ezt is, vállalok mindent. Vállalod ám, és meg végre, ez már nem csak rólunk szól. Itt mi már nem dönthetünk jól, de két rossz közül a kisebb a jó. Világos Máté, ne mondd azt, hogy semmi sem történt. Ne mondd azt, hogy itt most minden így marad. Nem azt mondom, hogy végleg, de most így. És egyel tovább állunk, majd visszajövünk valamikor ősszel. Kijavítunk mindent, nem lesz semmi baj. Dobbal verebet nem fogsz.
együttesen. Ne is próbáld, úgy sem engedem. Ördögi tervek! Ördögi tervek! Csak realisták! Én nem lopom ki a pénzt a más zsebéről, de más se az enyémből. Majd mindent rendbe hozunk, semmi baj, semmi gond. De nem rohanunk fejjel a falnak, visszájára fordulhat néha a becsület. Egyszer tanuld meg ezt is, haver, nem egyértelmű semmi sem. Legyen csak meg az átadás. Utána majd jelezzük, hogy nincs minden rendben. De akkor már a főnökségnek is az az érdeke, hogy elkenjék az egészet, hogy elsimítsák az ügyet. Tehát ők is azon lesznek, hogy elfogadják a magyarázatot, akármit találunk is ki. És akkor majd a főnökség is megtalálja a módját, hogy kijavítassa a hibákat valamikor. Holt időben. Természetesen velünk. Természetesen pénzért. És ami a legtermészetesebb, a vonal is oké lesz. Most már mindent értek. Igen? Mit? Hogy miért nem csináltál az előbb nagyobb balét? Persze. A nagyobb dílit versz ki, nehéz lett volna ezzel előjönni. Most mit vagyunk? De te már akkor is tudod, hogy tovább megyünk. Te az, amit te csináltál, az a maga módján. Na jó. Elég a lelkizésből. Hé, legények! Na, ide figyeljetek! Mindent megbeszéltünk Mátéval, és olyan megoldást találtunk, hogy a becsületlenség csorba, de azért a vezeték is elkészüljön az egész. Ti hárman ettől függetlenül megkapjátok a magatokébe, köztünk marad. Reggel pedig tovább megyünk. Éljen Gyula! Gyula, mi vezér! Gyula vezér télen-nyáron! Éljen Gyula! Apánk helye, anyák! Ne haragudj, Máté! Miért haragudnék? Mert nem álltam melléd. Hagyd már, Nuin! Te nem tettél mást. Tudod, fel akarom építeni a házat. Persze. És meg is kapod rá a kölcsön. Mátékám, egyetlen aranyos Mátékám, tegyél meg nekem egy kis szívességet, köpjél szemközt. Na, eredj a fenébe! Jó, akkor legalább így áll velem. Tudod, én nem szégyellem bevallani, hogy életem legszebb hetét köszönhetem neked. Igaz, nem hálaltam meg, de mégis életem legszebb hete volt. Jó, gyere, ígyunk. Hát akkor. A vonalra! Hagyd már a francba azt az átkozott vonalat. Szóval ez sem jó. Hát akkor ígyunk magunkra. Kettőnkre. Mindnyájunkra! Akik a vezetéket építjük. Azokra, akik a drótot gyártották, vagy hegesztették az oszlopokat. Jó, éljünk sokat. Rájuk. Mati, ne hülyéskedj. Nem hülyéskedés, ez pajtás. Van neked fogalmat, hogy mi történt itt? Mi szállt? Csak úgy hús! Bele a levegőbe, míg te oda voltál. Miről beszélsz? Hagyjuk. Inkább ígyjuk. Már eleget ittál. Még nem eleget. Hát akkor kettős kötése. Nem hisz a fenébe. Mi van? Nem akarsz inni a kettős kötésre? De igen. De figyelj, különben is efék azt mondják, hogy az oszlopok nagyobbik részén ők is hármas kötést alkalmaztak. Hármas kötést? Igen, hármas kötést. Miért? Te minden oszlopot végignéztél? Tessék! Tedd ki te is a magadét! Mit akarsz ezzel? Gyere! Fölmegyünk egy oszlopra. Az ő részükön. Ha több helyen találunk kettős kötést, én nyertem. Ha több helyen van hármas,
tiéd a pénz. Neked teljesen elment az eszed. Fűtöd a dohányodat. Hát a több helyen van hármas kötés, neked több az esélyed. De teljesen megőrültél. Mi van? Betoltál. Az Istenit a fejednek. Félsz! Hagyd már abba! Gyerünk! Gyerünk föl a magasba! Hódítsunk meg új magasságunkat! Emeljük föl a tekintetünket! A csillagos ég a határ! Máté! 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 A mentőket! Hívjátok a mentőket! Akarod, hogy megszakadjak? Máté, nem hallod? Máté? Én nem akartam. Ugye emlékeznek még, hogy ő figyelmeztette önöket, hogy ezt az egészet nem szabad komolyan venni. Ugyan kérem, kettős kötés, hármas kötés. Amikor még egy 10 éves gyerek is tudja, hogy a Balatonon évtizedek óta nem építettek magas feszültségű távvezetéket. Hát lehet ezt komolyan venni? Hagyjuk a mesét. Értsd meg, nincs több hír, s túl messze a másik part.